Egy óvoda számára nagyon fontos, hogy mindig történjenek újabb események, illetve fejlesztések a gyerekek számára az elmúlt időszakban, mi történt itt az óvodában. Nagy örömömre szolgált, hogy az önkormányzat segítségével egy új udvarrésszel bővülhettünk. Kiemelném azt, hogy olyan mozgásfejlesztő eszközöket kaptunk, mint például a hinták, a különböző körbenforgó hinta, ami azért fontos, mert az intézményünk a mozgásfejlesztést helyezte előtérbe, és a mai gyerekek számára egyre kevesebb mozgás lehetőség biztosított, ezért fontosnak tartjuk, hogy olyan eszközöket is használjunk az óvoda területén, ami az idegrendszer stimulálja, és minél több mozgásos ingert kapjanak a gyerekek, hiszen a mai korban az a jellemző, hogy egyre több olyan gyermek kerül óvodába, akinek mozgás elmaradása van, beszéd fejlődés zavara, és mindezeknek a gyógyító hatására alapozunk. Tehát az óvónénik is, és a gyógypedagógusaink is jó szemmel nézik, hogy ilyen eszközöket tudunk használni, hiszen ezek az eszközök az idegpályákat stimulálják, és elősegíti azt, hogy mind a mozgásban, mind az értelmi képességek fejlődésében sokkal nagyobb előre mozdulást tudunk elérni azoknál a gyerekeknél, ahol bármilyen részképesség zavar van, illetve tanulási zavar. Tapasztalhatjuk, hogy a gyerekek a virtuális világban ebben a térben szinte otthonosan mozognak, ugyanakkor a képességeik az ön elmondása szerint is egyéb területeken esetleg elmaradottabbak a vártnál. Van összefüggés a kettő között? Természetesen. Ugyan egyre több szülő partner az óvoda számára, igyekeznek saját maguk mesélni a gyerekeknek, van, akik szabályozzák akár az internet használatot, vagy mobil használatot a gyerekeknél, és ezzel próbálják segíteni azt, hogy a gyermek az igazi értékre összpontosuljon, és ne szűküljön le az ő kis világa arra a szintre, hogy tulajdonképpen egy gép okozza számára az örömérzést. Ezért is fontos, hogy minél többet legyenek kint a gyerekek a szabad levegőn, és játszanak, ahogy ebben a kis játszótérben, a játszóparkban is. Igen, napunk nagyobb részét a mozgásos tevékenységekkel az udvaron töltjük, ami mind szervezet, mind pedig szabadidős tevékenység, tehát a gyermek saját maga választhatja meg. A nap nagy részét akár ének-zene foglalkozásokat is az udvaron tartunk, amennyire az időjárás ezt engedi. Nyilván mindenki szereti a gyerekeket, és hát szeretnénk, hogy nekik a legjobb jusson mindenből, azonban hát a korlátozottak a lehetőségek, az anyagi keretek. Ugyanakkor mégiscsak örülhetünk, hiszen most ebben az óvodában sikerült a gyerekeket meglepni, és bizony az önkormányzat segített és fejlesztésre került sor. Milyen mértékben, milyen beruházásról van itt szó? Tehát ahol most vagyunk, ugye ebben a Rózsa utcai tagovodában játszóudvarfejlesztést hajtottunk végre. Igazából volt itt egy olyan terület, amit még nem használt ki az óvoda, vagy nem volt úgy kihasználva. Úgyhogy ide egy játszóudvart létesített a város, az önkormányzat. Hogy azért lássuk be, tehát a gyerekek azért boldogok, hogyha szaladgálhatnak, csúszdázhatnak, mászókázhatnak, és aktívan tölthetik el az idejüket, úgyhogy ezt figyelembe véve került megvalósításra ez a játszóudvar. Milyen mértékű volt ez a beruházás, mennyibe került pontosan? Itt egy komplex beruházásról beszélünk, tehát nem csak a játékok, a gyermekjátékok elhelyezéséről van szó, hanem tereprendezésről is, illetve hát gumi tégláknak, tehát ilyen gumi burkoló elemeknek az elhelyezéséről is, illetve hát most a napokban zajlik, illetve néhány nap múlva kerül átadásra az öntözőrendszernek a befejezése, a kivitelezése. Ez majd 40 millió forintot emésztett föl a város kasszájából. Mikor kezdődtek el a munkálatok? A munkálatokat jó két hónapja kezdte el a kivitelező. Voltak problémák, amiket sikerült megoldani, úgyhogy a gyerekek most már igénybe vehetik, illetve birtokba vehetik ezt az új játszó udvarrészt is. A gyerekek nagyon aktívak, és bizony az óvodák és az iskolák tekintetében is számolni kell
amortizációs költségekkel, ezekkel nincsen probléma, rendelkezésre áll, hogyha valami elromlik, be kell szerezni, felújítani, hiszen azért nem olcsó. Ez így van. Főképpen most ugye azzal lehet szembesülni egy ilyen beruházásnál, hogy ide csak olyan játékokat lehet elhelyezni, amelyek tanúsítvánnyal, EU-s tanúsítvánnyal rendelkeznek. Na most az a játék, ami EU-s tanúsítvánnyal rendelkezik, azért az kétszer olyan drága, mint a tanúsítvány nélküli testvére, de hát ezeket, ez előírás, tehát ezt nem lehet átlépni. Azt kell mondjam, hogy az amortizációs beruházásra, fejlesztésekre a város mindig biztosít pénzt. Tehát mi a Budaörs Fejlődésért Egyesület képviselői erre mindig fogunk szakítani a költségvetésből, bármilyen nehéz idő is jön. Közeledik az év vége, de azért még van egy kis idő. Várható valamilyen változás, újabb beruházás esetleg, vagy most már szépen elcsendesülünk, és örülünk annak tulajdonképpen, ami van, és fenntartjuk ezt az állapotot, legalábbis megpróbálkozunk vele? Hát apró beruházások természetesen lesznek, de azt kell mondjam, tehát hogy a beruházásoknál itt általában a magas építést értjük, ennek az idénye lassan véget ér, tehát ugye jön az esős évszak, jön a tél, jön a hideg, és akkor a kivitelezést ez azért, hogy úgy mondjam, megnehezíti. De természetesen most is folynak beruházások, most is zajlanak nagy projektek, tehát gondolok itt erre, hogy a színháznak a raktár, illetve egy multifunkcionális épületének a kivitelezése, vagy az uszodánál a külső medencének a burkolása.